gyerek félbe soha nem szoki. Vajon neked mi a rap story? Az emlék néha megkopik. De vajon neked mi a rap story? Hú, 90-es évek eleje, MTV korszak, Snoop Dogg átváltozik a videóklipben, What's My Name, MC Hammer, rapbetét a Michael Jackson dalokban, mindenféle ilyesmi jött, Snow Informer, őrületek. De hát aztán igazán persze Wooten, megkaptam a Viktortól egy haverom, egy német internátus kollégiumban járt, és ott meg tudtak szerezni zenéket, és kazettán kaptam tőle cuccokat, meg Iván haveromtól, első Wooten, Das Effects, Outkast, ezek voltak, de hát most nem tudom megmutatni a telefontokat, de ha megfordítanánk, akkor hátuljál, hogy ez egy nagy dupla V, mai napig Woo for Life, legnagyobb hatással a Woo-val kell, természetesen. Be vagyok gyulladva és általában mondulám, de 38 év után kivették a mandulám. Már nem hívok fel lányokat, csak a figyelmüket. A lányom hangja óta rátok a szívem süket. A fiúk már a spájzban intézik az ügyet. 20/20 helyi sági boros süve. Hát most itt ülök a stúdióba, kivettünk egy kis stúdiót itt, hogy el tudjam készíteni a lemezt, és a baba miatt nem tudok otthon zenélni. Impulse trackerrel készítettem dolgokat, és a fasz ki van az egyik első dal volt, ami az a durva, hogy most itt Forrézi haverommal nézegettük az archív felvételeket itt a studiban, meg a zenéket, és megtaláltam az Impulse Tracker cuccokat, és van egy emulátor program, és meg tudtam nyitni most. Megvan a fasz ki van, meg egy pár ilyen cucc, hát azt most meglátjátok, hogy az hogyan készült, meg mind, amikor kódokat kellett beírni a trackerbe, hát apukám. Ma nem ez van. Megvan a cucc. Ezt nézd, kizint tracker. Ez az Impulse trackernek egy emulátora. Megyünk a G-könyvtárba. Ú, 12 biten pörgünk, mint az állat. Oda nézd, kezdett fiai. Impulse Project. Itt az első a demo album cuccok. 2001 új mentések. Azt mondja, 392. zen, amit csináltam, lirikus dope szela, utolsó mentés, 2001. március 2. 5 óra 40. És akkor egy F-öt, és nem történik semmi, mindjárt meghűlök. Ez az. Halljátok ezt? Úgy is van. Így írtunk zenét. Fasz ki van, bazzeg. Ennyi. Jó, már csak arra lenne kíváncsi, hogy kell a sok márka nevet imádni, valóvá tenni, dik a kalodád is fenni. Szóló lemezemnek rap a címe. Azért, mert repeat. Erre vannak téve dolgok és reputáció, a renomé, mint egy sóri lenne, csupa külföldi szó. Szóval, hogy amit eddig letettem az asztalra, szerettem volna summázni 22 év után beatmakerként és MC-ként, slammerként és egy kicsit DJ-ként akartam egyébként összerakni, erre már sajnos nem volt idő, hogy igazi klasszikus mixtape-et csináljak, de rajta van minden majdnem, amit én csináltam az elmúlt 22 évben. Amikhez hozzányúltam, és annak a summázása van olyan zenémben, amelyik hát a 20 éves nem is, de 17-18 éves zeném is van rajta, meg olyan is, amit pár hete írtam, úgyhogy átolzé így megvan, amit én zeneileg jelentek. Nincs közreműködő, nincs vendég a lemezen, sem beatmaker, sem másik producer, sem vendég MC. Ahol vendégeskedtem, nem ezeken meg a szólószámok, ezek lettek újra gondolva, új köntöst kaptak, felfrissültek. Azért is csináltam, igazából nagyon sok szempont van, de az egyik az az, hogy nem tudtam fellépni bizonyos dalokkal, nincsen meg az instrumentája, elvesztek a sávok, akiknél vendégeskedtem, nem lehet kikeverni, nem szólalnak úgy meg, nem lehet jól megvárni.
és szeretem a szövegeket, szeretnék felépni ők, és egy csomó zene volt a gépemen, hát szerintem kb. 2500 zenét biztos, hogy írtam alsó hangon a 20 év alatt, de még az is lehet, hogy többet, szóval hegyekben állnak itt a beatek. És akartam csinálni, ez egy jambelős, olyan, mintha egy rádióműsorba bemennék, és rászolgálnék új saját zeneimre, régi tuccokat, jó érzésből, szóval ezt így kell felfogni, én így fogtam fel ezt a lemezt, és hogy summázom, összegzem lényegében, ami az elmúlt 22 éve történt, és csinálok új trackeket folyamatosan, és azok már nem albumformájában, hanem egyesével fognak kijönni. Úgyhogy, ja, nagyjából ennyi a cucc. Ja, és még valami. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel a csatornára, mert ha nem, akkor megnyomom az összes gombot a liftet.